Kőszegről folytatta útját a Mária Maraton mezőnye kedden délelőtt, útközben többször megálltak pihenni, Vas Szilvágyon frissítővel várták őket. Egészségedre! Aznap 55 kilométeres táv várt a túrázókra Sárvárig. 12-en teljesítjük végig Mária Celtől Csíksomolyig az egész maratont, és napi csatlakozókat várunk minden napra, amikor csak lehet, akkor csatlakoznak hozzánk páran, akik teljesítik velünk az aznapi szakaszt. Legtöbben hagyományos túrakerékpárral vágtak neki a Csíksomlyóig tartó több mint 1300 kilométeres távnak, de olyan is van, aki fekvő biciklin teljesíti a maratont. Sokkal kisebb a légellenállás. Az ember, hogyha teker, akkor kevesebb energiát kell befektetni. Ez a maraton nem csupán egy túra, hanem lelki közösség is. A résztvevők Máriához kapcsolódó kegyhelyeket, a szűznek szentelt templomokat látogatnak végig útjuk során. A zarándoklat célja az, hogy egy kicsit lelkileg is feltöltődve, a életünk nehézségeit hátrahagyva, bizakodva optimistán nézünk a jövőbe. Sorakozó, induljat a Bapu után! A kerékpárosok negyed óra pihenő után indultak tovább Vát, majd Sárvár felé. Kisé lemaradva követték őket a futók. Veres Béla és Frank Tibor futva teljesíti a Mária Maratont, bárki csatlakozhat hozzájuk egy-egy szakaszra. Ahol a fizikai állóképesség mellett a mentális állapot és a szellemi tisztaság, az a hármas együtt az kell, mert amikor nem megy a láb, akkor az ember felüléri a fejben, és akkor azt mondja, hogy de, menni kell. Tehát a háromnak együtt kell lenni, hogy jól sikerüljön. Itt van a Béla! Veres Béla érkezett először a célba, a Sárvár főterére, ahol frissítő vízpermettel és hideg itallal várták a maratonistákat. Néhány perccel később a biciklisek is befutottak. Szerdán a Sárvár pápa szakasz várta Mária Maraton résztvevőire, csütörtökön Bakonybélbe érkeztek. A teljes táv ötödét teljesítették eddig. A maraton július 10-én érkezik Csíksomlyóra.